köszöntjük dr. Nagy Gábor Tamás polgármester urat, aki a Vízivárosban egy könyvbemutatót tartott a 20-as, 30-as évek belül Istennel a győzelemén című könyvnek a bemutatóját, és nagyon szépen mutatta be, hogy milyen hitben és rendben éltek a 20-as, 30-as években az emberek. Valóban ez egy nagyon tanulságos napló, egy olyan írás, amelyből mai nap is sok-sok, hát ha úgy tetszik, üzenetet ismerhetünk meg, és nagyon örülök neki, hogy így a szervezők jóvoltából kézbe kaphattam ezt a könyvet, megismerhettem, és itt a többieknek is ajánlhattam. Végülis a Kismarosi Sváb közösségnek az életét úgy mutatja be, amelyre azt gondolom, hogy bár a paraszti életforma és a paraszti működés az ma mára jó részt megváltozott, ennek ellenére erre a fajta elkötelezett hitre, a rendnek a szeretetére és az isteni elrendeltségnek a tudására mind a mai napig, mint egy olyan példára nézhetünk az elődeink, eleink munkájából, amire építhetjük a jövőnket. Úgyhogy nagyon érdekes könyvet mutathatunk majd be a Vízivárosi Klubban. Több irodalmi idézetet is és idézett, ami hasonló érzéseket váltott ki ebből a korból. Hát valóban az egyik egy Kosztolányi novella, egy tárca részlet volt, amely arról szól, hogy a már idősödő író rájön arra, hogy milyen nagy jelentőség van az életünkben a rendnek, és hogy mennyit panaszkodik arról, hogy a 20 évet rendetlenségben élt, és ha valaki tudja, hogy minek mi a rendelt ideje, mikor mit kell csinálni, hova kell tenni, mit kell vele kezdeni, akkor az egy olyan erőt jelenthet, egy olyan ritmust ad az emberek életének, amely hát önmagában már egy kiegyensúlyozott, tartalmas erőt jelent. Nagyon érdekes volt ebben a könyvben, hogy 1920 és 30 között íródik, az ország romokban, kifosztva, megcsonkítva, és ennek ellenére ebben én egy tartást, egy büszkeséget, egy hitet fedeztem fel ebben a könyvben. Hát vannak sorscsapások, van gazdasági válság, de mindez azért van, hogy utána úrrá legyünk rajta, példát adjunk, és tovább vigyük az életet. Talán egy ilyen üzenet ma számunkra is aktuális. Nagyon jó lenne, hogyha ezt az ifjúságnak is át tudnánk adni, mert ma azt a kort éljük, hogy szinte szétesnek az értékek, és minden széthullik körülöttünk. Igen. Az első kerületben, most Vízivárosban vagyunk jelenleg, nagyon sok kulturális eseményen vesz részt, és ezt nagyon, nagyon közel hozza az emberekhez, és ön is közel van az emberekhez, mint önkormányzati vezető, amit nem mindenhol fordul elő, de nagyon örvendetes. Hát, legalábbis igyekszem, hát amennyi egy napba belefér, igyekszem én is megjelenni minden fontos eseményen. Valóban van galériánk, vannak különböző szalonrendezvényeink, irodalmi, zenei szalon. A galériában most legutóbb a Székely Udvarhelyi Testvérvárosunk mutatkozhatott be fiatal kortárs képzőművészek alkotásaival, és mindig kísérletezünk valamivel. Legutóbb a Magyar Dráma Napján Blaskó Péter, aki egyébként a nemzet színésze és kerületünk díszpolgára is, akadémiai székfoglalóját olvasta fel, vagy mondta el a Városházán. Igyekszünk minél szélesebb körben megszólítani mindazokat, akiknek van érzéke arra, hogy a kultúrának milyen nagy megtartó ereje van. És ezt kell mondanom, hogy én tulajdonképpen hálás vagyok a sorsnak, hogy itt az első kerületben működhetek, immáron másfél évtizede, mert itt egy olyan érzékeny és nyitott befogadó közeggel, egy olyan kultúrát, polgári hagyományokra, tradíciókra fogékony közösség él, amelyik nem csak elviseli ezeket az úri szeszélyeket, hanem úgy tetszik, élteti is. Semmit sem tudnánk elérni, hogyha egyébként nem jönnének el az emberek, tehát ha ezt ők nem tartanák fontosnak. És azt kell mondjam, hogy így ennyi év után már nem csak hogy szeretik, hanem igénylik is ezeket az alkalmakat. Tehát ha már
egy darabig nem történik valami, akkor már megállítanak, megszűjtanak egy polgármestert. Mikor találkozunk legközelebb? Hol van a következő alkalom, amikor megint együtt lehetünk? És ez nem a velem való együttlétre utal, hanem ők együtt akarnak lenni egymással, és talán ez a legfontosabb, hogy egy vezetőnek az a dolga, hogy összehozza azokat, akik azonos értékrendben, azon a generációban, vagy azonos érdeklődési körben vannak, és köztük megtalálják azokat a szálakat, azokat a láthatatlan emberi kapcsolatokat, amelyek aztán tovább segítenek. Tudja, a mai kor nagy kihívása, főleg időskorban az elmagányosodás. Sokat teszünk azért, hogy itt nem magányosodhassanak el az emberek. Visszük őket kirándulni, most október 1-én egy dunai hajókirándulásra vittük a keleti idősebb polgártársakat, és klubokat szervezünk, klubfoglalkozásokat tartunk nekik, azért, hogy senki ne maradjon otthon egyedül. Jöjjenek el ide, és érezzék magukat a közösség részének. Nagyon odafigyel erre az idősödő generációra is, akiknek ez a mentális egészségéhez is hozzájárul, és különböző kitüntetéseket is adnak át. Legutóbb a Budavár visszafoglalásával volt egy szép ünnepség. Igen, akkor a Budavárért emlékérmet adjuk át, az 1686-os visszavívás emléknapján, szeptember 2-án, és most épp egy műemlékvédő, egy múzeumpedagógus, aki a mesemúzeumot alapította meg a Tabánban, illetve egy legendás rockzenész, aki a BEM rockparton élteti a könnyű zenét immáron több mint 40 éve, Török Ádám vehette át ezt az elismerést. És meg kell mondanom, hogy bár nagyon különböző területen dolgoznak és alkotnak, az egyik talán a múlt, a műemlékek megolvásának az érdekében, a másik a jövő, a gyermekek, a harmadik a zene világa, az pedig a jelenről, a pillanatról szól, amikor ott közönség és művész előadó találkozik egymással, és mégis azt kell mondjam, hogy teljesen össze is állt a kép, tehát hogy miért pont például ők hárman kapnak egy ilyen elismerést. De na, ezt hosszan folytathatjuk, én nem akarok visszaélni itt a nézők vagy a hallgatók türelmével. Az biztos, hogy bárhova nyúlunk, akkor nagyon érdekes kapcsolódásokra találhatunk. Talán annyit még engedjen meg, hogy elmondjak, hogy a Budavári Önkormányzat egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, és tavaly vált testvérvárosunká Munkácsvárosa Kárpátalján. És a tegnapi napon ennek az együttműködésnek a keretében, illetve a tegnap előtt, szombaton, ennek az együttműködésnek a keretében nyithattunk meg egy emlékszobát Kazinczy Ferenc emlékére, aki a Martinovics összeesküvésben vállalt szerepért kapott ítéletet, a 6 év börtön várfogságot, itt Budán kezdte meg, és Kufstein és más börtönök megjárásával Munkácson fejezte be. És meg kell mondanom, hogy nem csak a helyi közösségnek, de nekünk anyaországi magyaroknak is nagyon fontos, hogy mindezeket a történelmi összefüggéseket lássuk és ismerjük. Kazinczy onnan nem egy megtört emberként szabadult ki, hanem egy hittel teli alkotó egyéniségként, aki végig művelte magát, olvasott, írt, és elkezdte azt az irodalomszervező és közösségteremtő munkáját, amiből aztán a magyar nyelvújítás, és később pedig az egész reformkor szárba szökken. És nagyon büszke vagyok arra, hogy például ez az emlékmúzeum a ma sok válságtól sújtott Kárpátalján létrejöhetett, és az ott élő magyarok identitásának megőrzésére, és a mi történelem tudásunknak a mélyítésére, finanszírozásunkkal megvalósulhatott. A Petőfi Irodalmi Múzeumot dicséri egyébként maga a kivitelezés, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Tehát, hogy mennyire sűrű a program, ez látszik, hogy például most ez a hétvégi elfoglaltságban volt. Ez a rendezvény se jöhetett volna létre, hogyha a Budavári Önkormányzat nem tudta volna támogatni, és nagyon jó, hogy ebben a változó világban és más kerületekben nem ennyire erős a keresztény konzervatív értékeknek a megtartása és erősítése. Hát igen, igyekszünk. Ez is egy fontos megtartó hagyomány. Itt nem csak Európáról beszélünk manapság, hanem mi Magyarországon is és a magyar közösségekben is fontosnak tartjuk, hogy az egyházi kötelékek, a vallási
értékek azok itt megmaradjanak velünk. És hát ezek bizony a kereszténységre épülnek itt a mi kultúrtájunkon, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a 21. század kihívásainak is tulajdonképpen ellen tudunk állni. Századokon keresztül a magyarság mindig úgy tekintett magára, mint egy nagyon nehéz sorsú, tényleg történelmi viharokkal szabdalt nemzet, amely azonban mindig újra tudott születni, és újra tudott kezdeni egy értékteremtő munkát, és én bízom abban, hogy a mostani kihívás is előbb-utóbb hoz nekünk annyi erőt, hogy aztán ezen is túl tudjunk lépni. És ezt a kicsit zaklatott, értékvesztett világot egy kicsit nyugodtabb és, ahogy tetszik, stabilabb értékteremtésre fordíthassuk át. Reméljük, hogy a keresztény értékek továbbra is megmaradnak és erősödni fognak a megpróbáltatások árán. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm az Köszönjük.